barna, a meleg árnyalatok, a vöröses árnyalatok, illetőleg az ehhez szorosan kapcsolódó sárgás, arany és bronzos árnyalatok szoktak megjelenni az őszi sminktrendben. A Vera tökéletes alany ehhez, nagyon szép vöröses árnyalatú haja van, és nagyon szépen ki fogjuk tudni emelni az ő karakterét. Ha sminket készítünk, az első nagyon fontos alap, hogy tiszta legyen a bőr. Ne legyen rajta semmilyen kozmetikum, semmilyen más maradvány. Egy tiszta, hidratált bőrrel kezdjük el a sminkelést. Először az alapvető pici bőrhibákat fogjuk eltüntetni. Ehhez bőrszínű korrektort alkalmazunk. A korrektor árnyalata illeszkednie kell a bőrszínéhez, illetőleg egy picikét, ha sötétebb, akkor jól tudjuk fedni a bőrhibákat. A korrektor bedolgozásához is szivacsot szoktunk alkalmazni, amivel ütögető mozdulatokkal szépen a pórusokba bevisszük az elsődleges alapozó anyagot. A szem alatti karikákba, illetőleg a szem körüli apró ráncokba is bele kell vinni az anyagot, és azt is jól be kell dolgozni, illetve az orrcimpa melletti területeken is nagyon fontos a gondos alapozás. Amikor a korrektorral megvagyunk, akkor kiválasztjuk az alapozót. Az alapozónak mindig egy árnyalattal sötétebbnek kell lennie, mint az alapbőrtípus, bőrszín, mert hogyha pont ugyanolyan színt választunk, akkor a bőrhibákat nem tudjuk jól elfedni vele. Viszont a túl sötét árnyalat sem optimális, mert az viszont nagyon műhatást tud elérni. Az alapozót is jól beleütögetjük a bőrbe, és hangsúlyozzuk a szem környékét, a szemhéjat, a szájhúsát. Nagyon fontos, hogy ezeket is jól bedolgozzuk. Az optimális alapozó kiválasztásához mindig a bőrtípust is figyelembe kell venni, mert egy olajos bőrnél, vagy egy zsírosabb bőrnél nem szabad túl zsíros alapozót használni, mert azzal, hogyha eltömbödnek a pórusok, akkor sokkal rosszabb hatást fogunk elérni. Akkor inkább vagy színezett nappali krémet, vagy BB krémet kell alkalmazni. Viszont akinek szárazabb a bőre, nincsen bőrhibája túlzottan, azoknak lehet a tápláló olajtartalmú alapozókat alkalmazni. Amikor az alapozással megvagyunk, akkor pórpúderrel szoktuk fixálni az alapozóanyagokat. Lehellett finoman átsimítjuk a bőrt vele. Itt is a színválasztás fontos, hogy ne térjen el nagyon sem a bőr, sem az alapozó színétől. A szemhéjat úgy árnyékoljuk, hogy kiválasztunk több színt, általában 2-3 színnel dolgozunk egy smink alkalmával, és a sötétebb, a legsötétebb színt fogjuk elsődlegesen felvinni. Picit megfeszítjük a bőrt, és a külső szemhéjon kezdünk el dolgozni. V alakban visszük fel a legsötétebb színárnyalatot, és ahol a szem üreg van, odáig visszük fel a színt a szemhéjra. Ha szeretnénk nyújtani a szemet, akkor mindig kifelé és felfelé irányuló vonalakkal fogjuk egy picit a cicás hatást elérni. Az alsó szempillatőben is a
ezzel a festékkel, ezzel a színnel dolgozunk, és ezáltal tudjuk a szemnek a keretét meghatározni. Nagyon fontos a porpuder jó bedolgozása, mert úgy tudjuk egyrészt lágyan megteremteni a sminket, mert hogyha nem dolgozzuk be jól a pigment szemcséket, akkor nagyon erőteljes, markánssá tud válni a smink, és az nem természetes és nem optimális hatású. Amikor megvan a V alakban a legsötétebb árnyalatunk, akkor másik irányból, a másik V alakot, a belső szemzugtól indulva, egy lágyabb színnel fogjuk kitölteni. Nagyon fontos, hogy a sötét színeket nem belülre visszük a szem belső részébe, mert azok mindig kicsinyítik a szemet, hanem akkor tudjuk a nyújtó hatást elérni, hogyha kívülről jön a sötét árnyalat. A Vera esetén nagyon jól tudjuk alkalmazni ezeket a vöröses és őszi színárnyalatokat, úgyhogy számos szín áll rendelkezésünkre, bármelyik jól áll neki. Most én egy lágy őszbarnával jövök, ami elég szépen ki fogja emelni a szemét. A külső zugban egy csokoládébarna volt, belülre egy lágy őszbarnát teszünk, és a középső rész, ami ilyenkor még üresen marad, azt egy még világosabb árnyalattal fogjuk kitölteni. Ez esetben egy pici narancsos púderszínnel. Végül is a szemnek a kiemelése három alapszínből tevődött össze, de hogy még inkább tudjuk hangsúlyozni a szemét, egész világos színekkel, akár tojáshéjszín, vagy fehéres árnyalat, vagy gyöngyházfehérrel tudjuk még a szemöldök csont alatti részt hangsúlyozni, és ezáltal még nyitottabb lesz a tekintete. Egy kis fényt is tudunk rátenni a sminkre, ezzel egyrészt tompítani tudjuk az összhatást, nagyon finom szemcséjű csillámmal dolgozunk. Ha szeretnénk még esetleg hangsúlyosabbá tenni a szemet, akkor egy nagyon vékony kis tusvonallal tudjuk még fokozni a hatást, amit egészen a szemzugban fogunk meghúzni. Amikor ez a vonal is elkészült, akkor jön a spirál. Egy picikét tudjuk még fokozni a hatást különböző highlight kozmetikumokkal. Ezek általában az arccsontra kerülnek, a szem alá, és egy nagyon lágy mennyiségben szoktuk felvinni, ami megint csak egy picit kiemeli a szem környékét, illetőleg, hogyha hajlamos a vendég a sötétebb karikákra, árkokra, ezeket tompítja ez az anyag. A szemöldököt is szoktuk igazítani. Tehát, hogyha szükséges, akkor esetleg egy kis porral, vagy ceruzával, vagy szemöldök festékkel még rá segítünk, hogy egy picikét egybefüggőbbé váljon a szemöldök vonala. Itt is többféle színnel tudunk dolgozni. Most ez esetben egy lágy barnával fogok a szemöldök szőre közé dolgozni. A
A szájnál először is a kontúrvonalat fogjuk megrajzolni. Ezt lehet ceruzával, lehet magával a rúzzsal és rúzsecsettel, attól függően, hogy ki mit szeretne, tehát egy picikét megpróbáljuk a száj vonalát tökéletesíteni. És utána a kiválasztott rúst felvisszük. Fontos az alapszabály, hogyha mondjuk erőteljesen hangsúlyozzuk a szemet, akkor nem fogunk erőteljes rúst vagy szájfestést alkalmazni. Mindig az egyik területet kell jobban hangsúlyozni. És amikor a száj sminkelése is megtörtént, akkor nem marad más hátra, mint az arcpirosítás. Amikor is megint csak a sminkhez illeszkedve, illetve a bőrszínéhez illeszkedő színárnyalatot választunk, és az arccsont alatti területet színezzük meg. Még egy leheletnyi porpúderrel lehet fixálni a felvitt anyagokat. Illetőleg, ha már nagyon jó fixáló anyagokat is lehet kapni, amivel csak átfújjuk a bőrt és stabilizáljuk a sminket. Elkészült Vera őszi sminkje. Nagyon szép őszi árnyalatokat választottunk a számára, ami megfelelően illeszkedik a hajához, az arcbőréhez, a tónusához, a karakteréhez. Ő nem túl hivalkodó, mégis intenzív és látható a smink, nagyon szépen kiemeltük a vonásait, nagyon szépen kiemeltük a gyönyörű szemét, a száját, és szerintem nagyon jó lett.